húzd kérlek, Pélteki! Remélem, nem okoztam nagy zűrzavart. Javában próbálnak a Vörös Lámpás Ház című két felvonásos zenés vígjáték szereplői a Szigligeti Színházban. Mindezt szebb és jobb körülmények között tehetik majd a várva várt felújításnak köszönhetően. Pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a kormány a következő években 4 milliárd forintot fordít a szolnoki Szigligeti Színház épületének felújítására. Az engedélyezési és kiviteli tervek már elkészültek. A felújításra 2019-ben 1 milliárd, 2020-ban pedig majdnem 3 milliárd forintot fordítanak. Mindez azt jelenti, hogy ezt az évadot a Szigligeti úti épületben kezdi és fejezi be a társulat. 2019 nyarán kezdődhetnek majd a munkák, melynek során teljesen megújul a teátrum épülete. A megyeszékhely állandó kőszínházát egyébként 1912-ben adták át. Az épület legutóbb 1990-ben újult meg. A falak, a színpad, a színpadtechnika és a kiszolgáló helyiségek is elavultak, nagy szükség van a felújításra. A fejlesztés egyike azoknak a beruházásoknak, melynek köszönhetően még vonzóbbá válik a Tiszapart.